Biztosan dobogón végez az FC Nagy Kanizsa. csapata vasárnap hátrányból fordítva, kettő egyre múlta felül a MOL Fehérvár kettőt. Miután a negyedik helyen álló Puskás Akadémia kettő csak döntetlent játszott, így matematikailag is eldőlt. Mindenképpen az első három között végez a dél-zalai alakulata 2022-23-as szezonban. Miután a felcsútiak meccse 11-kor kezdődött, már abban a tudatban léphettek pályára kanizsaiak, ha nyernek, megvan a harmadik hely. Ennek ellenére nem kezdték jól a meccset a hazaiak, az első 5 percben két komoly lehetősége is volt a fehérváriaknak. A másodiknál Szabó Patrik óriási mentése kellett, hogy megóvja csapatát a góltól. Az első veszélyes kanizsai lehetőségre több mint 20 percet kellett várni. Ekkor ismét Szabó volt a főszereplő. A kanizsai beg bátran ment a nem túl jó labdáért, ami megzavarta a fiatal fehérvári kapust, majd a lövése után egy ollózó mozdulattal ismételt Szabó, de végül felszabadítottak a vendégek. A két ex egyes 1 es légióssal felálló fehérvárjak a folytatásban is veszélyesen futboloztak. A román válogatott bomba beadása után a játékész hajrájában menyhárt Zsombor találta el a felső lécet. Majd két perccel később bumba szabadrúgás okozott veszélyes másodperceket, de Kálovics Henrik javította a saját hibáját, így maradt a 0-0. Ahogy az várható is volt, Gombos Zsolt cserélt a szünetben, János Norbert és Varga Dominik állt be, valamint szerkezetet is váltottak a nizsa. Ez eleinte nem tűnt jó húzásnak, hiszen a 47. percben megszerezték a vezetést a vendégek. Pontosabban mondva, egy jó váltás, Babos, jó cselek, még mindig ő, ez egy helyzet, és nem csak helyzet, hanem gól. Babos Bence. Az új Babos Bence a negyedik gólját lőtte a szezonban. A válaszra azonban nem kellett sokat várni. János Norbert beadása ugyanis megpattant bumba kezén, amiért 11-est ítélt Móri Tamás játékvezető. A büntetőt a gól jelölt Lőrinc Bence vágta be. A bekapott gól megfogta a vendégeket, ezt pedig megbüntette az FC Nagykanizsa. A csereként beálló János Norbert a büntető kiarcolása után maga is gólt szerzett. Szöklönyös, ballal a beadása, jó helyre pattan, János, nem magyar le Szabónak, János, elnői kiszorított szögből! És mekkora gólt lő balla János Norbert! A félidőben jött be csöreként egy kiarcolt büntető és egy gól. Így kell beállni, kérem szépen. Az egyenlítéshez a szintén korosztályos válogatott állt a legközelebb, de lövése elkerült a kaput. A végeredmény maradt a 2-1. Ezzel a kanizsa teljesítette a szezon előtt kitűzött célt, azaz dobogón végez a harmadosztályban. Van még három forduló, hogy most már tényleg nem, nem azt mondom, hogy tét nélkül, tét nélkül mert minden mérkőzés fontos, meg gyűjtsük a pontokat de ha rajtunk múlik, azt mondom, hogy szerezzünk kilenc pontot, és, és majd meglátjuk a végén, lehet, hogy kicsit fényesebb lesz mondjuk egy ezüst, de, de mondom, ez elsősorban egy újra rajtunk múlik, de természetesen a két csapaton is, de szerintem a vezetők is, én maximálisan elégedett vagyok a, ezzel a teljesítménye, úgyhogy a három forduló a előtt megvan a bronzérem. Imri László, a Fehérvárjak vezetőedzője szerint egy agyonnyert meccset engedtek ki a kezük közül. Egy rossz 5 perces periódus pecsételte meg a sorsukat, ami a játékosai korának is betudható ha a szünetbe több góllal vezetünk, akkor nem szólt szerintem senki semmit. Nyilván fiatal csapatunk van, minket 5 perc alatt nem tudom, rendeztük a mérkőzés, minket zavart meg a rugott gólunk. Én úgy érzem, hogy pont a nem mondtam, hogy nem marasztalom előket, sőt senkit, mert, mert a futball a részünkről rendben volt. Nyilván fejlesztjük őket, fiatal srácok. Megyünk tovább ezen az úton, de nagyon-nagyon sajnálom, mert sokkal több volt ebbe a mérkőzésbe. A nyugati csoport második helyén a Veszprém áll. Pető egyel kevesebb mérkőzést játszottak, mint a Kanizsa, és így van négy több pontjuk. Amennyiben a következő és az elmaradt mérkőzésüket is hozzák, az is eldől, hogy a nagy a második már nem lehet. Vasárnap Lőrinc-Bencék idegenben Komáromban lépnek pályára.